Szereti Isten a nagyot, szereti a kicsit is, akkor is, ha eső esik, vagy ha kék az ég. Nagy szeretettel köszöntelek, kedves gyerekek, nagyon örülök, hogy ismét együtt lehetünk a Biblia mellett. Ugye elővettétek a Bibliátokat. Most egy nagyon szép új szövetségi történetet fogunk olvasni. Tudjátok, két része van a Bibliának. Van egy Ószövetség, ami a zsidó nép életéről és az Istennel való kapcsolatáról szól, és az Új Szövetség, amely az Úr Jézus Krisztus földi útjáról, áldozatáról és mennyben meneteléről és csodáiról szól. Jézus együtt volt a tanítványaival, és nagyon sokan hallgatták az Úr Jézust, mint mindig, és mindenki szerette volna látni azokat a csodákat, amiket Jézus tett, ahogy a betegek meggyógyultak, ahogy a sánták jártak, ahogy a vakok látni kezdtek, és a poklosok megtisztultak, és az emberek szíve vágyott az Isten beszédére, mert Jézus mindig a mennyei atyáról és Isten országáról tanított. Ti szeretitek hallgatni az Úr Jézus beszédét? Biztosan sokszor hallottátok a hirdetett ígét is, és a vasárnapi iskolába is szerettek járni, és nagyon sok történetet már ugye megtanultatok, és sok mindent el tudtok mondani a feltámadott Jézus Krisztusról és a mennyei atyáról. Jézus úgy tanította az embereket, ott voltak körülötte a tanítványai. Tudjátok, hány tanítványa volt az Úr Jézusnak? Hát 12. De sokan mások is követték őt, és sok más tanítványa volt a 12-n kívül. Jézus pedig kérte a tanítványait, hogy most már szálljanak be a hajóba, és menjenek át a túlsó partra. Tudjátok, hogy Péternek is volt hajója, a Zebedeus fiúknak is, hiszen a halász volt az édesapjuk is, és az ott lévő hajóba beszálltak, és Jézus mondta, hogy menjenek a túlsó partra, és majd ott fognak vele találkozni. El is indultak. Hát, szerettek volna az Úr Jézussal maradni, na de hát, ha Jézus azt mondja, hogy be kell szállni a hajóba, és át kell menni a túlsó partra, akkor szót kell fogadni, mert az Úr Jézus biztos, hogy valami csoda dolgot fog velük megint cselekedni, és meglátják majd Isten országának a dicsőségét. Így aztán elindultak, szép csendbe, csendesen mentek, és Jézus nem szállt be a hajójukba. Mondhat, melyik úgy gondolt, hogy talán majd az Úr Jézus is beszáll, de nem szállt, hanem Jézus elköszönt a tömegtől, akik őt hallgatták, és aztán felment a hegyre azért, hogy egyedül legyen a mennyei atyával, hogy imádkozzon. Jézus nagyon szeretett csendben az atyával lenni, hiszen a számára a legfontosabb volt, hogy ő mindent úgy tegyen, ahogyan az atya akarta. Úgy tudta meg mindig az atya akaratát, hogy egyedül volt és imádkozott. Ti szoktatok egyedül imádkozni? Én amikor kicsi lány voltam, olyan 6 év körüli, akkor egy hosszú ideig egyedül kellett lennem, mert beteg volt az édesanyám, és sokszor nagyon szomorú voltam, és olyan rossz hatással volt rám, amikor eloltották a villanyt, és nem volt velem az édesanyám, és én akkor mindig imádkoztam. És amikor imádkoztam, akkor mindig megtapasztaltam, hogy az Úr Jézus békessége beköltözött a szívembe, hogy nem vagyok egyedül, hogy ő velem van. És úgy gondolom, hogy ezt
mindnyájan gyakorolhatjuk, hogy imádkozunk, akkor is, amikor egyedül vagyunk. Nem amikor a nagymama mondja, hogy imádkozzál kis unokám, hanem amikor egyedül vagyok, ha szeretjük az Úr Jézust, akkor szívesen imádkozunk, és az egy nagyon-nagyon sok áldása van. Aztán egyszer csak nagyon felkavarodott a genezáreti tónak a vize, hatalmas nagy hullámok lettek, és jó középig már bementek a tanítványok a hajóval, amikor szembe kezdett fújni a szél, szóval mondani, ellenszélben, ó, de nagyon nagy hullámok voltak, beterítették a hajót, és a hullámokon bevertek. És egyik másik tanítvány érezte, hogy nagyon fáj a gyomra, hogy mintha ki akarna jönni az ebéd, tengeri betegség, tudjátok, hogy az mi? Olyankor nagyon rosszul érzi magát az ember a hajóba, és amikor ilyen nagy hullámok vannak, akkor ez gyakran elővesz egyes embereket, és nagyon rosszul kezdték magukat érezni. Nem csak azok, akiknek a gyomruk kavargott a hatalmas nagy hányódástól, ahogy a hullámok hányták jobbra is, balra is a hajót, hanem attól is féltek, hogy megtelik a hajó vízzel, és el fog süllyedni velük együtt, és ők meghalnak. És az Úr Jézus nincs velük. Mi lesz velük? Tapasztalt halászok lévén, ekkora nagy hullámverésbe még talán nem voltak, mert az volt, tudjátok, a szokás a galileai tengerparton is, meg az volt a szokás általában a nagy tavakon is, hogy amikor nagy hullámok voltak, nem mentek ki, mert hogy ne érje utol őket a veszedelem. De most kiabáltak, jajgattak, síránkoztak. Nem tudtak mihez fogni. Egyik is kiabált a másiknak, te Péter, evezél jobban, próbáld visszatartani a hajót a hullámoktól, de hát nem ment. András is ott te vezet. Mindegyik, de hiába. Nagyon-nagyon féltek. Voltatok ti már viharba? Jaj, az nagyon rossz. Amikor zuhog az eső, és az ember tiszta, vizes lesz, a ruhája rátapad, még meg is fázhat, beteg is lehet, nem is jó ezt végig gondolni. Itt nem az eső esett, hanem akkora hullámok voltak, mint egy emeletes ház. És azt terítette be őket, ők úgy néztek ki, mint akik bőrigáztak, csurgott a víz róluk. Nagy veszedelemben voltak. Volt, aki már lemondott az életéről, búcsút intett mindenkinek. Innen nem lesz menekvés, egyedül vagyunk, nincs velünk az Úr Jézus se. Tudjátok, az Úr Jézus velük volt, ott fönn a hegyenről, látta őket. Érzékelte a hatalmas vihart is, annak a közelettét is. És az Úr Jézus sose hagyja el a tanítványait. Ezt nagyon jegyezd meg. Bármilyen viharba is kerülsz, az életednek bármilyen lelki, fizikai vihara van, vagy emberekkel való vihara, az Úr Jézus téged soha nem hagy el. Ő mindig tudja, hogy milyen nehéz a viharban megmaradni. És ő ezt nem csak tudja, hanem segít is. Nézzük csak meg, hogy az Úr Jézus mit is tett itt a tanítványokért, hogy is olvassuk itt az evangéliumban, Márk evangéliumában. Jézus pedig utánuk ment a hatalmas viharba. És Jézus mindig utánunk jön, ha mi viharba vagyunk, vagy eltévejettünk az ő útján, az ő csodálatos, hatalmas szeretete mindig utolér bennünket.
Ó, az én életem során annyi sok vihar volt, annyi sokszor éreztem úgy, hogy jaj, elveszek. De az Úr Jézus mindig csodálatos módon megtalált, és mindig megmentette az életemet. Tudjátok, a legnagyobb vihar, ami az ember életében van, az a bűnnek a vihara. Amikor az ember tudja, hogy mi lenne a jó, de mégis valahogy mindig a rossz felé hajlik. És olyankor az Úr Jézus utánunk nyúl, és azt mondja, hogy térj meg, menj be a szoros kapun, járj a keskeny úton, az a biztonságos út, és az az üdvösségre visz Isten országába, sohasem fogsz elveszni. Szóval Jézus, képzeljétek el, hogy a tengeren járva, hullámokon menve közelített a hajóhoz. Az Úr Jézus teremtette ezt az egész világot, a földet, a tengert, a rajta lévőket. Az ő legyen szavára állt elő minden, a mennyei atya akaratából. És képzeljétek el, hogy az Úrnak hatalma van ezen a fizikai világon, a természet erőin, a tenger hullámain. És ezt sosem szabad elfelejteni, hogy az Úr Jézus mindenek felett uralkodik, és ő bármit meg tud tenni, bármit meg tud változtatni, mert minden az ő hatalmába van, mert az Atya neki adott menjen és földön minden hatalmat. Szóval Jézus az, aki a hatalmas viharban, a hatalmas hullámban oda ment a tanítványokhoz. A tanítványok pedig észrevették. De nem, hogy örültek volna. Hát megjött az Úr Jézus, belép a hajóba, és el fog állni a vihar. Hát hiszen megsokasította a kenyeret, hány csodáját átéltük, 5000 ember evett abból a kis kenyérkékből, meg abból a kevés halból, és még maradt is, hát az Úr Jézus bármit megtehet. Ezek a tanítványok nagyon kicsi hitűek voltak, képzeljétek, megrémültek és kiáltoztak, és azt gondolták, hogy valami látomásuk van, valami kísértetet látnak, és féltek, nem hogy oda vágytak volna Jézushoz, hanem féltek tőle. Jaj, jaj, rémület fogta el őket, jaj! Jézus azonnal, amikor lát, hogy ezek pánikba estek, tudjátok, vannak pánikrohamos emberek, akik nagyon-nagyon nagy veszedelemben vannak, gyógyszert is kell nekik szedni, mert különben nagy baj történne velük. Hát ezek a tanítványok is ehhez hasonló pánikrohamuk lett, mert nem ismerték fel, hogy Jézus ott van a legnagyobb viharban is velük. És akkor Jézus rögtön szólt hozzájuk, és azt mondta, bízzatok, én vagyok, hát fiúk, tanítványaim, hát itt vagyok, hát nem kell félnetek, ennyi minden hatalom menjen is földön. És akkor Jézus beszállt a hajóba, elállt a szél, a hullámok megszűntek, kiegyenesedett a tenger, gyönyörű, szép idő lett, és Jézus azt mondta, hát nem bíztatok bennem, de nem hagylak benneteket magatokra. Én minden nap veletek vagyok, én nem hagylak árván titeket, én nem engedlek elveszni titeket, hát hogy képzelhetitek? A tanítványok nagyon elszégyelték magukat, mert rájöttek, hogy ők milyen kicsiny hitűek, és arra is rájöttek a tanítványok, hogy az Úr Jézus és minden hatalom, hogy nekik nem kell félni. És a tanítványok nagyon sok erőt merítettek,
hogy ezt átélhették, hogy Jézus lecsendesítette a tengert, és hogy ott van velük együtt, nem csak a viharba, hanem a hajójukban. Nagyon boldogok voltak a tanítványok, és tudod, testvérem, ha te is behívod az Úr Jézust az életedbe, a te hajódba, akkor te is át fogod élni, hogy Jézussal milyen békességes, szép, csendes az élet.